16. alkalommal rendezte meg jégtörő mulatságát a Püspökladányi Kossuth Olvasókör február 25-én. A rendezvénynek ezúttal a Piroska étterem adott helyet, mondta el televíziónknak Lövei Sándorné elnök. A 16. jégtörő rendezvényünket fogja most a kedves közönség látni. Most a helyet a Piroska étterem adta nekünk, mivel ez már évek óta a művelődési házban szoktuk megrendezni, de mivel most ugye sajnos zárva van a művelődési ház, így most Piroska étterem adott nekünk helyet. Kicsit szűkösen vagyunk, de jó sokan eljöttek. Vidékről érkeztek, Sárétudvariból, Kabáról, Füzesgyarmatról, Földesről, Hajdúszoboszló, Berettyóújfaló, úgyhogy sokan jöttek hozzánk. Gondolom már most sokan várták, hogy rendezvény legyen, mert azért egész télen nem nagyon voltak rendezvények, és most örömmel fogadták a meghívásunkat. A megjelenteket az Olvasókör elnöke köszöntötte, majd Bodó Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt. Amikor idefele jöttem, esküszöm, hogy azon gondolkodtam, hogy vajon majd milyen hangulatban is lesznek a résztvevők, vajon milyen gondolatokkal lehetne majd egy kicsit a hangulatot javítani, valahogy egy picit pozitívabb kisugárzást adni. Aztán, amikor itt körbenéztem a teremben, rájöttem, hogy hát erre itt nem igazán van szükség. Mindenki jókedvű, mindenki mosolyog, és olyan létszámban tetszettek eljönni a mai találkozóra, amit én megmondom őszintén, ennek a Piroska étteremnek a falai még nem igen láttak. Mert olyan már volt, hogy azon a soron igen, meg olyan is, hogy ezen óriási taps a részvevőknek, így van. Szóval óriási jelenlét van, és én azt gondolom, hogy a magyar bölcsesség, a vidék bölcsesség az megint kisegít majd bennünket a bajból. Mert hogy baj az van, azt azért látjuk. Tetszenek tudni, drágaság van a boltba, energia, gázszámla, háborúznak is. Szóval nem föltétlen olyan jó kedvünk van, mint 3-4 évvel ezelőtt volt egy ilyen összejövetelen, de hát ugye két változat van. Vagy otthon maradunk, azt szomorkodunk, lehajtott fejjel, és még a környezetünk is szomorú lesz, a párunk, a gyerekünk, az unokánk, vagy pedig eljövünk egymás társaságába, és egy kicsit azt mondjuk, hogy hát ennye, irgum-burgum, nincs minden rendben a világban, de attól, hogy mi otthon maradunk, és ott szomorkodunk, búsulunk, nem segítünk senkinek, magunknak meg kimondottan ártunk. Ha viszont azt tudjuk folytatni, amit eddig is tettünk, hogy ezek a kis csoportok ellátogatnak egymáshoz, és még hogyha az a panaszkodás 5 perce benne is van a mai napban is, azt követően pedig ezt hátra tesszük. Jégtörő, bútörő, nem szomorkodunk, hanem folytatjuk azt a munkát, amit itt már tényleg évtizedek óta nagyon sokan folytatnak minőségben, hogy a civil szervezetek pontosan akkor is betöltik a legfontosabb szerepüket, a közösségformálást, a közösség életet, amikor nem minden föltétlen rózsaszín. Hát kedveseim, én nagyon örülök, hogy ilyen sok és mosolygós arcot látok a mai napon. A gondot, a bút, azt hagyjuk hátra. A mai napon örüljünk egymásnak, farsangozzunk, és bízzunk abban, hogy a következő hetek, hónapok sokkal jobb hangulatban fognak majd telni mindannyiuknak. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Majd városunk polgármestere Tóth Lajos, valamint Vadász Ferenc alpolgármester, az Olvasókör tiszteletbeli elnöke is köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Nagyon nagy öröm számomra, hogy Püspökladány és a térsége, a civil szféra együtt tud mulatni, együtt tud jeget törni, vagy tavasz köszönteni, vagy farsangolni. Véleményem szerint, és ahogy képviselő is elmondta, teljesen mindegy, milyen alkalomban jövünk össze, csak jöjjünk össze. És ezen összejövetelhez engedjék meg, és gondolom nem csak a magam nevében mondom, hogy köszönjük meg a Kossuth Olvasókörnek és drága Manyinak, az elnökasszonynak, hogy itt lehetünk. Én tapsoljuk meg őket, én azt javaslom. Mert akkor, amikor valaki rendezvény szervez, akkor nyilvánvalóan nagy feladatot vállal magára, de anélkül, hogy valaki ezt a feladatot fel nem vállalná, anélkül nem jönnek létre ilyen remek alkalmak, ilyen remek rendezvények. Megmondom őszintén, picit majdnem szájtátva hallgattam, hogy milyen sok helyről jöttek a környékről. Nagyon fontosnak tartom, hogy a civil szféra, amely Ladányban, Püspökladányban köztudottan igen aktív és összetartó, és gyakran szerveznek rendezvényeket, igen mozgékonyak.
de nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a környező településekkel a kapcsolat legalább ilyen jó legyen, és tulajdonképpen, ha jól figyeltem, akkor a fél megyét szinte a jelenlévők képviselik. Én nagyon örülök ennek, és fontosnak tartom, hogy a kontaktok a szűk közösségen túl a környezetre is kisugározzanak, itt kisugárzik, és a másik, aminek nagyon örülök, hogy sok mosolyogós arcot látok itt, ennek van az ideje, itt a tavasz, mosolyogjunk, vigadjunk. Én nagyon örülök annak még ezt, hogy itt vannak, itt vagyunk, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és bízom benne, hogy emlékezetes lesz ez a nap is. Amikor a mai alkalomnak vége lesz, a mai ünnepi alkalomnak, akkor pedig készüljünk a következőre, mert szerencsére, ahogy tudom, a következőkben is hasonló remek alkalmak következnek. Itt az ideje, hogy a szomorú tél után egy kicsit mosolygósabbak legyünk, és vidáman várjuk a tavaszt. Ehhez kívánok mindenkinek már a jó szórakozást és jó egészséget a későbbi évben. Köszönöm szépen, meghallgattak. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is Önöket. Nagyon örülök, hogy ismét összejött a csapat, és kedves népzenét, néptáncot kedvelő közönségnek is örülök, hogy örömet tudnak szerezni a szervezők. Nagyon szépen köszönöm Manyikáék munkáját, mert valóban csodálatos, hogy ennyi idő után ismét összejött a sok énekes csapat és táncos csapat. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, és a fellépőknek pedig sikeres produkciókat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A műsort a püspökladányi szenior örömtánc csoport kezdte, majd Rácz Endre szerepi költő, Hol a fák mesélnek című saját versét adta elő. Hol a fák mesélnek langyos esti szélben, hol az ember sétál emléktől kísérten, hol a lombok árnya mind meg annyi emlék, ott jártam, hallgatva néma esti csendjét, és a csönd elsírta törékeny bánatát. Furcsa sors hallgatni némán egy csönd szavát, s érteni, mit a halk billenő lomb susog, mit ránk zord idő, kegyetlen itt hagyott. És ti büszke fák, és elvadult buxusok, miért nem lehet az ember köztetek unott? Miért vél felfedezni egy régi képet, ha az már mind halott? És amit lát, kísértet. És ti, kis virágok, miért álltok őrt ma is, mint tengeren eldobott s elveszett kavics? Pompátok miért fénylik ez eldugott zugon, mint derengő fény, kik itt éltek, s múltjukon? És amint hallom én egy vígmadár szavát, úgy vélem hallani napszámosok dalát, kiknek tán fáj a sors, de mégis menni kell, s ha néha szűk a bér, beérik ennyivel. Előttem nyűjt cseléd, ismerős két szeme, talán a kósz a sors, talán csak képzete. Amott egy kislány kezében kanna van, előtte nagy határ, s várnak rá szomjasan. Kocsis hajt, mögötte porfelhő égig ér, büszkén hajt, döjfösen, nem néz le semmiért, s az úri népekig hintaját megtelik, nekik nem fáj a sors, múlatnak reggelik. Felnézek, nem való,
talán csak álmodom. Kisasszony néz körül fentről egy ablakon, s egy legénykit bámul huncutul felkacsint, s röpül az ég felé, pedig még szárnya sincs. Ágrecsen. Most felkapom álmodó fejem, de már csak zord való egy gizgazos helyen. Nem értem, hol vagyok? Magamtól kérdezem. Hová tűnt mind a báj? Magamban kétkedem. Csupán a múlt üzent, törékeny volt a kép. Ott jártam, ahol élnek még a holtregék, hol az ember sétál emléktör kísérten, hol a fák mesélnek langyos esti szélben. Ezt követően a helyi és a megyéből érkező civil egyesületek, népzenei és néptánc csoportok mutatták be produkcióikat. West Virginia,
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Az est sztárvendége Topány Ildikó és Benedek Gyula voltak, akik örök zöld és operett slágerekkel, nótákkal örvendeztették meg a közönséget. Mellette meg jó srác, micsoda varázs. Amikor helgétő egy szánszra, hogy számsimult is átkarul, beszélden nem értettem semmit, mert franciául szól. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Kellene már egy kis lamor, amit a szívem lángra gyúr. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Kellene már egy kis lamor, amit a szívem lángra gyúr. Tetszek az a jó srác, a szívem lángra gyúr. S hogy nem mondtam el mindezt, a nyelvtudásom múlt, mikor a szajna harcon ültünk, csóba kértem én, aztán többre vágytam, nem voltam szerint. Örökké a virágok sem nyílnak, örökké nem tart a szerelem. Álmaimban minden éjjel hívlak, de mint hiába nem jössz sohasem. Csak egy kis boldogságra vágyom, valahol mindig elhibázom, valahol elrontottam rég. Örök vesztes, vesztes vagyok én, csak egy kis boldogságra vágyom, valahol mindig elhibázom, valahol elrontottam rég. Örök vesztes, vesztes vagyok én. Zajt ne üss, kicsi nő, ide süss, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Nézz csak rám, ilyen férfi babám, de hogy is terem citromfám. Az ilyen férfiak roppant ritkák, vagy esetleg ilyen törnincs. Aki tudja a szép könnyelmű élet titkát, megbecsülendő kincs. Gyermondos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, Istenem, milyen nehéz. Zó.
Anya innen üs, messziő édes üs, amit választolok, az is szimpla dolog. Lány van száz, aki vélet cicáz, de azért ne csak egyel jár. Vagy kettő. Valahogy nehogy elfeledted a szemeddel s a szíveddel. Ki keresni közülök éppen azt az egyet, azt, aki néked kell. Olyan édes lenni, mint a méz. De rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad és te lenni a nehéz. A rendezvényen készült teljes felvételünket Kommentár nélkül című rovatunkban tekinthetik meg.